Következő fölépünk azért, hogy nem mindig ilyen idősebb bandaszokat lássanak a színpadon, és a változatosság kellett. Többek között Julika is, de most, aki most jön, az a jársági csoda hangú hölgy alatyáról, Bárkányi Adri, aki már volt bánul, és második, tehát a legutóbbi nótaversenyt, hogy nagy szeretettel köszönöm, hogy eljött. Szeretettel köszönöm mindenkit. József, ha még egyszer ilyen felkonferálásban van részem, soha többet nem jövök. Semmit nem mondjál, mert nem tudom, hogy be kellene mutatkozni, szerintem nem, de ilyen jelzőkkel a csoda hang, meg stb. Azért nem kellene, de köszönöm. Yeah.
Fősóborja. Köszönöm szépen! Tempósan haladunk, aki ismer azt tudja róla, hogy ilyen teljesítmény orientált vagyok. Nem nagyon szeretek megállni, majd a legvégén az életben. Egy olyan fiatal embert ismertem meg, először az interneten találkoztam vele tőle, tanultam egy nótát, egy dalt, amit majd szeretnék vele végével énekelni. De személyesen a Jászlalányi Lótófarságon találkoztam Szegedi Csabával, aki Gombáról jött el hozzánk. Csabáról tudni kell egy nagyon jó hangú fiatal ember. Közös dolog az benne, hogy Gombán egy nótakört működtet, mint ahogy János Irán is, a János Irán nyilván tudják, van még működik egy aranytorkú férfikar, Csabáik ezt más rendszerben működtetik, és régen óta most is készülnek húsvétkor összejövetelnel, vacsorával mindenem. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly nótacsokat állított össze, tudni kell róla, hogy 2016-ban az Arany Színegen nótaverseny győztese lett, innen is gratulálok. És ugyanúgy én is itt vagyok, én megkosztok és minősítést ért el, úgyhogy szeretnék felkérni a Szűkben a Csabát. Arra sem szeretnék a Szegedi Csabát. Istenem, de légy a fó!
tisztában legyen kell tudni, hogy egy nagyon magyar folyó, és volt idő, amikor ez a folyó ez Magyarországon eredt, és Magyarországon is folyt a Dunába. Én ezt a múlt időt most úgy tettem, hogy talán még jövőben is előfordulhat, és egy picit keletebbre mennék egy másik folyóhoz, Erdélybe, a Magas partjára fogadják szeretettel. Élt a Maros partján, valahol egy aranyhajót lát. Minden tavasz estén kiszökött a házok kapuján. Csókos piros ajtán ragyogott a napsugár. Remegve várja, hogy jön-e a No.
kicsit hagyjuk minden úgy is ütötték a lába, szépen látjuk, stamp. János Ilán így, ha megnyújtunk mindenünk, kivéve aki nem. Az első rész végét úgy fejezzük be, ugyan dal nem lesz, de szép zene. A Jászságban biztos ismerik a környéken mindenütt Margaritát, aki Füttyös Antinak hívnak csak. Úgyhogy Antiról el kell mondanom, hogy ő mindig bátorított engem, hogy menjek, próbáljam meg a nótaversenyt. Nem ismertem volna, hogy ő nem kezdjére. Aztán most is szerintem óriási szervező munkát végzett, hogy ilyen gyönyörű teltháza vett. Azt hiszem, hogy ilyen sokat ámig nem is voltunk a nótáson, amit itt a kis környezetben, kis falunkban szervezek, úgyhogy ezt a munkát is köszönöm. Természetesen nem csak neki, mert rajta kívül más is sokat tett. Én azt kérem Antitól, hogy akkor most legyen szíves az ő műfajából mutassak a közönségnek, hogy mit tud, hallgassuk szeretettel. Thank you.